Jó estét kívánok, Kapin Zsolt vagyok. Egy családról és egy elválaszthatatlan testvérpárról lesz szó, a latabárokról. Főként Kálmánról, aki végig táncolt néhány korszakot, nevettetett a háború előtt, és nem kellett megtagadnia magát a Rákosi korszak után sem. A szocializmusban is mulattatta az embereket. Igaz, nem a harcos ellenálló humorról volt híres. Ma este azonban a nagy szám igazából egy nő lesz, Latabár Kálmán lánya. Már jó ideje a testvérek történetével foglalkoztam, amikor megismertem a legközelebbi élő leszármazottjukat. Az asszony eddig nem adott interjút, most az ő szemével is megismerhetik a nagy nevettetőt. Nem is inspirálta színészi pálya, meg otthon az a sok izgalom, az a végkör, az nekem sok volt. Rajta kívül viszont az egész család színész volt. A latabár fivérek következnek. Mert a szívem felbevált. Latyi, mert hát így nevezték, olyan védjegy volt a filmgyártásban, mint a címke a jóboron. Olyan mélységig fejlesztette saját valós karakterét, hogy egyszer azt írták róla, túlságosan is latabáros. Megmutatta a ruháját, elkezdett forogni. Ő addig forgott, amíg nem kezdtek el tapsolni a nézők. Hát ez a két alak hogy kerül ide? Tessék, mi? Rólunk van szó? Rólunk. Endre, Kálmán, Árpád, Árpád, Kálmán, és mind-mind latabár. Kevesen tudják, de a legendás család színházi karrierje nem a híres testvérpárral kezdődött. Előttük már az egész família a magyar színpadokat koptatta, ami már azért is furcsa mai szemmel, mert nemesi származásuk ellenére választották ezt a mesterséget. Nem múlt el 1830 óta, lassan most már 200 éve, hogy valahol ne legyen egy latabár a színlapon. 1902-ben született meg a Latabár klán minden kétséget kizáróan legismertebb tagja Kálmán, aki persze szintén színpadra vágyott és elvégezte a Rákosi Szidiféle színésziskolát, de csak pár évig állt színpadon táncos komikusként. Kitalálta a testvérével Árpáddal, mind a ketten jó mozgásúak voltak, hogy mint artisták bejárják Európát. Németországtól Angliáig valódi akrobata zseniként tekintettek a testvérpárra, akik még Afrikába is eljutottak. A legnagyobb siker azonban az volt, hogy Max Reinhardt, Berlin és a korszak leghíresebb színházigazgatója meghívta őket, játszanak nála is. Németországban nagyon jó nevük volt. Igaz, hogy Németország, Berlin akkor tele volt magyar forgatókönyvírókkal, rendezőkkel és színészekkel. Tehát nem volt kunc, nem lehetett egy rendes gorombaságot sem Bécsbe, sem Berlinbe magyarul elmondani, mert mindenki tudott valamennyit magyarul. Amikor 5 év után hazatértek, olyan tapasztalat volt a hátuk mögött, no és a lábukban, ami csak keveseknek adatott meg. Akkoriban úgy megérkezni Budapestre, hogy Reinhardt színész valaki, az annál jobb ajánló levél nem kellett. Tehát az egy robbanással fölért. És ezt követően ők majdnem minden operetbe szerepet kaptak. A latabárok pillanatok alatt Pest legnagyobb nevettetői lettek. Az operett színházba és a kabarékba tódultak az emberek, ha meglátták a plakáton a két színész nevét. Latabár Kálmán eleinte nem is értették a partnerei, hogy reagál. Szóval ilyen fahasábszerűen dülöngélt, meg volt egy ilyen jellegzetes tánca, olyan, mint hogy egy bábfigura táncolna, tehát majdnem tárgyává válik és elveszti emberi reakcióit, és nagyon magasra tudott ugrani, és a legfantasztikusabb pillanatokban ugrott és dőlt el. Olyan karaktert hoztak, amilyet eddig még nem látott a magyar közönség. Kálmán a furcsa testalkatával, hosszú lábaival, vicces arcával és monokliával. Árpád pedig éppen az ellentéte, jól fésülten kerek szemüvegében. Külföldön egyenesen a burleszk legnagyobbjaihoz, Buster Keatonhoz vagy éppen Chaplinhez hasonlították őket. Verebé Iván a család barátjaként közelről ismerte a magánéletben visszahúzódó Kálmánt. Hát ha Latabár nem ide születik, akkor mindezek előtt emlegetik mai napig is. Akkor ő a világ legnagyobb komikusa lehetett volna. Mára jó lesz.
A 30-as évek végén új korszak kezdődött, a színházi színészek kamerák elé álltak. Latabárék például legalább 50 filmben játszottak. Amikor a filmeket elkészítették és a filmeket forgalmazták, szinte a legkisebb faluban is volt mozi, és Latabár Kálmán vagy Latabár Árpád a föltűnt a filmvászlon. Következik Pixi és Mixi, zenebohócok. Mindig többes számban beszélünk róluk, mert olyanok voltak, mint a borsó meg a héja. Először is leszerződtették Latabár Kálmánt, akinek megmondták, hogy ez lesz a szerepe, ezt kell csinálnia, és akkor Latabár Kálmán egy-két nap után mondta, hogy jó, ez nagyon jó ez a szerep, de kellene ide valami, kellene egy másik figura, aki mondjuk egy kicsit hasonló, mint ami én vagyok. Hát itt van az Árpád, hát írjunk már neki egy szerepet. Tudnak zongorázni? Tudunk. Hegedülni? Tudunk. Akkor vállalnak? Vállaljuk. Hát ketten olyan édesek voltak, hogy meg kellett őket zabálni. Hát a kicsi meg a nagy, és ezt kihozták poénilag, és nagyon sokat éltek vele, jó számaik voltak, és mindenki apura figyelt. Hány ulaskád lesz? Három? Hát mi három? Az egész ország egy emberként röhögött a testvéreken, a kedvükért jártak moziba. Az 1939-es második zsidótörvény mégis keresztbe vágta a karrierjüket. A színészkamara elnöke letiltotta őket. Kiderült, hogy van egy kicsi gigszer, mert a bohém papája Pécset elvette feleségül az egyik kolléganőjét, aki a nem illedelmes valláshoz tartozott. De aztán soha, két gyermeket nemzett neki, de soha nem éltek együtt. Úgyhogy ez a finom nemesi származék egyszer csak a nürnbergi törvények értelmében zsidónak minősül. A tiltás azonban csak néhány hónapig tartott. A közönség a háborús években, legalább ott legyen vidámság, visszakövetelte Latabárikat a színpadra. Latabár Kálmán családja körében. Nagyon szereti a feketét, felesége főzi a legjobban. A Latabár család a Rákosi korszak kellős közepén is használta a családi ezüstöt. Ragaszkodtak az egykori nemesi hagyományokhoz. Kálmán zongorázni tanult, Katalin pedig balettáncosnak készült. Katalinból mégsem lett híres táncos, bár 10 évig volt tagja az Állami Népi Együttesnek, valahogy a Latabár név ellenére sem kapták fel. Nekem produkálnom kell. Nem mond a név semmit, az, hogy hogy nézek ki, semmit. De ő is ragaszkodott a színpadhoz, sőt, még ma is tart táncórát. Mentünk a lift elé, onnan jött, és akkor ott fogadtuk. Kálmán a színpadon mindent elviccelt, a gyerekei nevelésében viszont nem ismert tréfát. Nem nagyon engedett el, udvarlók nem nagyon jöhettek föl, na, de azért mi kijátszottuk, amikor elment a színházba, akkor följöttek az udvarlók, amikor hazajött, akkor ki. Szóval ilyen erkölcsös volt, erre nagyon adott, hogy nehogy itt valami támadási felület legyen, hogy az ő kislánya fiúval vagy valami. Egy pillanat és kész vagyok. Latabár igazi arisztokrataként viselkedett, ám a háború utáni korszak nem éppen a glasszé kesztyűs monoklis a régi úri világra emlékeztető sztároknak kedvezett. 40-es évek végén és az 50-es évek elején le akarták radírozni, mint polgári csökevényt, mint maradékát, valami úcska, régi, züllött színjátszásnak, és egy nagyon vagány és nagyon hozzáértő igazgatónő volt az Operettszínházban, Gáspár Margitnak hívták, és én keményen kiállt a Latabár Kálmánért. 45 után szépen az Operettszínházban eljátszotta a rosszabbnál rosszabb orosz darabokat, de olyanokat, hogy iszonytató havasi kürbe, mit tudom, nem jutnánk már eszembe ezek a darabok, de mindegyikből olyan jót hozott ki. Hát ez ő miatt ment be a közönség a színházba. Kész. A közönség kedvenc komikusai Bilicsi Tivadar és Latabár Kálmán, aki még a komoly események közepette is mosolyt csal az arcokra.
ízig vérig színész volt, és bárhogyan is változott a rendszer, bárki is támadta, ő semmi más nem akart, csak játszani. Holnap délfelé jöjjön fel az irodába. Igen. Jaj, ha már az én darabomat játszanák. Legyen nyugodt, fogják játszani. Fölment a függöny, lenézett, és ott ült a közönség, és ő nem kérdezte meg, hogy kikre szavaznak. Azt hiszem, nem is egész pontosan tudta, hogy történt valami változás. Nem politizáltunk, soha. Soha. Nem, itt egy szó, azt sem tudtuk, hogy milyen rendszerben vagyunk. Hát tudtuk, hogy az oroszok vannak itt, vagy mit tudom én, de azokkal is jobban volt. Hát megmutattam azt a Hruscsov képet, amikor itt volt a Hruscsov, akkor rendeztek egy nagy fogadást, kit hívtak meg rá, a legnagyobb embereket, a Hontit meg a Latabárt. Lehet, hogy otthon a gyerekek előtt nem esett szó politikáról, de a pesti flaszteren azért másra is emlékeznek. Azt mondják, arra sem sajnálta az energiát, hogy gyorsan vörösre fesse egy kellékkerékpár kormányát, hogy aztán azzal guruljon a színpadra, közvetlenül Rákosi páholya alá. Bekerekezett és eljátszott, hogy elesik, és persze széthullott a... Fölemelte ezt a pirosra festett kormányt, és azt mondta, mindennek ez a vörös kormány az oka. És oda nézett a Rákosira. Na hát, lett ott aztán, hogy na most aztán a Kálmát majd elviszik, meg minden. És azt mondta, ezért mentek bocsánatot kérni a vezetőség. És annyit válaszolt állítólag a Rákosi, nem szeretek akasztott színészt látni. Van egy ilyen anekdóta róla, hogy táskarádióval megy a templomba. Inkább viccek ezek, talán nem is anekdóták. És megkérdezik tőle, hogy hova megy Kálmán bácsi, azt mondja, megyek gyónni. Azt mondja, de miért viszi a rádiót? Mert azt mondja, egyfolytában hazudik. Ez sem igaz. Ő ilyet nem csinál, csak a nép, mondom, a jópofa dolgokat azt a Latabárnak a szájába adta. Akár igazak ezek a történetek, akár nem, nem büntették meg a színészt. A kabarét olyan szeletnek tekintették, ahol levezethető az összegyűlt gőz. Bolond beszédnek, amin úgyis mindenki csak nevet. Valami furcsa tisztelet övezte akkor a korábban még cseppvilágúnak tekintett komikusokat. 1948-ban számtalan színpadi szerep és olyan filmek után, mint az Egy bolond század csinál, vagy éppen az Egy szoknya, egy nadrág, szinte az első között kapott Kossuth díjat. Az ujja kopik el leghamarabb, de a parancsolja felhagyjuk. Aztán majd lesz mit leereszteni, nem igaz? Szabad, tessék rám, egy pillanatot megnézem, érzi, mindjárt ez érdemes megnézni. Tessék megnézni, hogy domborodik a mellkas. Latabárnak nem nagyon írták meg a szerepét. Én láttam olyan szövegkönyvet, ahol az volt, hogy itt Latabár bejön, és jókat mond. És te ezt nekem így a szemembe mered mondani? Nekem! Latabárt ugyanis az improvizáció mesterének tartották, pedig inkább a munka hősének kellett volna kikiáltani, hiszen folyamatosan gyakorolt, és minden alkalmat megragadott, hogy tesztelhesse aprólékosan kidolgozott jeleneteit. Például otthon a házvezetőnőn. Kész volt valami szöveggel, akkor jött a Mariska, mint a mélyeketők, a Mariska, gyere csak! Jaj, művész úr, én már olyan álmos vagyok, nem vagy, gyere! Gyere, és akkor elmondta neki, és ha Mariska nevetett rajta, akkor bennhagyta. A kész poén után szó sem lehetett rögtönzésről. 1956-ban viszont akár akarta, akár nem, a történelem Rót király rögtönzött szerepet. Győzött a forradalom, és akkor az első az volt, hogy a Latabár Kálmánt megválasztották az operacionálisba a forradalmi bizottság elnökét. Ezzel jött haza, gyerekek, képzeljétek el, meg azt sem tudom, mit kell csinálni, azt sem tudom, hogy mi a feladatom. Hát ez tartott 4 napig, vagy mennyi ideig. Ezt is megúszta. De rövidesen elvesztette testvérét, majd fiát is, Kálmánt, aki szintén színész volt. Nagyon szeretem, mert pont úgy nézett ki, mint apu. Nagyon hasonlított apura. De aztán nagyon sok olyan visszajelzés, de nem olyan, mint az apja, de nem olyan. Hát ezzel élni, együtt élni, hát nem volt egy öröm neki. Az idős Latabárt a családi tragédiák nagyon megviselték. Cukorbetegsége is egyre jobban kínoszta. Fakír volt. Fakír volt. Hát ez a cukorbetegség, ez egy kutya dolog, ez mindent tönkre tesz. Tudom én, becsapta az ajtóba az ujját, nem állt el a vérzés. Hát akkor bekötött, összevart, kézzel ment tovább játszani. Akkor eltörtek a bordái. Fűzővel, óriási fájdalommal, de nem mondott leadást. Egyre több időt töltött unokáival, akik tovább viszik a Latabár nevet.
Kevés dolog izgatta, talán néhány újságíró kritikája. És azt mondta, hogy én egy rossz ripacs vagyok? Hogy én egy rossz ripacs vagyok? Egyszer belém karolt az Andrássy úton, és arról panaszkodott, hogy azt mondták neki, hogy hát képzeld el, azt írták rólam, hogy olyan latabáros vagyok. Hát milyen legyek? Hát én találtam ki. Önök a 21. század adását látták. Jövő héten ismét jelentkezünk. A Jó estét, nyári jó estét szerelem eredeti történetéről készítettünk filmet, amelyben egy olyan ember is ad interjút, aki soha nem lép a nyilvánosság elé. Viszont látásra a jövő hét kedden a Grace Klinika után. Írjanak e-mailt 21. század@rtlklub.hu, vagy levelet 1222 Budapest, Nagy Tétényi út 29-es címre, vagy telefonáljanak, a műsor telefonszáma 382 80 08.